Ez a kert energetikai... Nem volt hiány humorból, ami a Kosztolányi Dezső Színház elmúlt évadát illeti. Minden négy előadásuk megnevettette a közönséget. Nem csak Szabadkán mutatták be a produkcióikat, hanem Magyarországon, Szlovéniában, a Romániában is. Emellett a tájolási programban is részt vettek. Elég nagy lélegzetű tájolási programot valósítottunk meg a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával. A Béres Márta Vángör Show-val 13 helyiségben játszottuk az előadásokat. A színház anyagi helyzete nem a legkedvezőbb. Az igazgató szerint a befolyt pénz nagy részét a korábban felhalmozódott adósságok törlesztésére fordítják. Az intézmény fesztiváljára, a Desirére is egyre kisebb támogatás jut. Idén ez az összeg 4 millió dinár. A színház az évadot pénteken Rutkai Bori és a Speckó Jedno koncertjével zárja. Jótékonysági rendezvényről van szó. Egyik szabadkai kollégánknak agytumorral küzd a gyermeke, és nagyon drágák a gyógyszerek, amiket szed, és ezt próbáljuk, őt próbáljuk megsegíteni. A társulat nyáron is folytatja munkáját, több külföldi városban vendégszerepel majd, decemberben pedig már egy zene- és mozgásközpontú előadással várják a szabadkai közönséget.